Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Visszatér hozzád, jelentkezik újra nálad ez a kérdés, és a választ mutatja ez a jóslás. Itt felül mindkét kártyán látható a mozgás. Tehát bízhatsz abban, hogy ő közeledik hozzád, visszatér hozzád. Sőt, itt látható a tűz eleme, a lelkesedése, a bátorsága, utal a szenvedélyekre is, de még mielőtt jelentkezik, meg kell állnia itt egy pillanatra. Itt az arany érmékről van szó, az jelentheti azt, hogy rendeznie kell az anyagiakat, vagy vannak munkahelyi gondok nála, esetleg munkahelyi változás. Amit ez az érem még jelent, hogy elgondolkozik azon, mi vagy ki értékes számára. De a háttérben vannak még problémák, nehézségek, hiszen itt látható ez a nő, szintén az arany érem látható itt, ez jelenthet valakit, aki pénzt akar tőle. De az érmék gyakran jelentik a munkahelyi kapcsolatokat is. És ebben az esetben akkor itt egy kolléganőről, vagy a főnök nőjéről van szó. De a kapcsolat nem jó, hiszen itt látható, hogy ez a nő ott a háttérben megjelenik az ostorral, és ostorozza őt, tehát megbántja. Itt nincs meg ez a harmonikus kapcsolat, és ez fáj neki, ahogy ez a nő próbál kihatással lenni rá. Sőt, valaki figyelgeti őt, hiszen itt látható az erkélyen megjelenik újra ez a nő, sőt, még más kettő is, tehát többen is vannak a környezetében, akik figyelik őt, tudni akarják, hogy mit, hogyan tesz, mik a tervei. Ami téged illet, itt látható a tűz eleme, tehát a lelkesedés és a szenvedély, és itt ezen a képen is szintén az látható, hogy visszatér, közeledik hozzád, megérint téged, és a tízes szám itt jelent egy új kezdetet. De mielőtt ez bekövetkezik, itt nála vannak emlékek a múltból, ezek szép, romantikus emlékek, és hiányzol neki, itt is látható a mozgás visszatér hozzád, hiszen nem felejtett el, és akkor itt lesz egy új irány, egy új kezdet, és ez, amire te számíthatsz. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!